Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Szekszárdi gyerekgyilkosság, még egy hónapig biztosan elme orvosi megfigyelés alatt tartják a gyanúsítottat. A mezőgazdaság versenyképessége a tét, aláírásgyűjtésbe kezdett a kormány és az agrárkamara. Még több pénzt szán az állam a Határtalanul programra, már a középiskolások is pályázhatnak. Sertés, vad és marhahúsok ismét sonkaversenyt rendeztek Szentlőrincen. Sokkal gyorsabbak lettek a bírósági ügyek Tolna megyében 2018-ban, mint a korábbi években. Egyre kevesebb elhúzódó ügy van, ami azt jelzi, hogy a bírók jól végzik a munkájukat. Ezt mondta az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese sajtótájékoztatón. Az itteni perek több mint 91%-a egy éven belül befejeződik. 25%-kal csökkent tavaly Tolna megyében az olyan perek száma, amik egy évnél tovább tartanak. Összesen 333 ilyen ügy került a bíróságok elé, ezeknek a nagy része devizahiteles per volt. A peres ügyek több mint 90%-a egy éven belül lezárult, de nem csak gyorsabbak lettek a szekszárdi törvényszékhez tartozó bíróságok, hatékonyabban is működtek tavaly, mint 2017-ben. Az ügyeknek több mint 89%-a első fokon jogerőre emelkedik, azt mutatják, hogy az állampolgárok számára meggyőzőek az elsőfokú ítéletek. Azokat elfogadják, fellebbezéssel nem támadják. A szekszárdi törvényszékhez tartozó bíróságokon kiemelkedően jó hatékonysággal folyik a munka, ezt mondja az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese. A szekszárdi törvényszék ügyforgalmi mutatói kiemelkedőek, az ügyek befejezése meghaladja az érkezett ügyek számát. Ez ugye annak biztosítéka, hogy az ügyek nem húzódnak el, és a bírák észszerű időn belül be tudják fejezni az érkező ügyeket, tehát az állampolgárok időben tudnak az ítéletekhez jutni. A magas színvonalat pedig az mutatja, hogy hallhattuk ma Pécsi ítélőtábla elnökének a tájékoztatóját, ami szerint ezek az ítéletek minőségileg is megállják a helyüket. Tolna megyében tavaly 21.290 ügyet tárgyaltak a különböző bíróságokon. Újabb egy hónapig még biztosan elmeorvosi megfigyelés alatt tartják a szekszárdi gyerekgyilkosság feltételezett elkövetőjét. Ha a budapesti igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetből ki is engedik, 3 hónapig még biztosan letartóztatásban marad a 19 éves gyanúsított. A férfi a rendőrség eddigi adatai szerint március 8-án brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg 6 éves unokahúgát. Fogtam a kis fejét. Akkor itt hátul a koponya rész, ilyen szillángokra éreztem az egészet. A kislány meztelen testét itt az utca mögött folyó patakpartján találták meg még március 8-án. Az anyját sokkolta a látvány. A gyilkossággal gyanúsított férfi megpróbált öngyilkos lenni, miután végzett a mindössze 6 éves unokahúgával. Bejött, megfogta a kis, élesbe fölvágta az erejét, a nyakát. És hát szerintem, hát ha valaki maga, hát ezért akarta magát megölni, mert megbánta. A rendőrség a gyilkosság után sajtótájékoztatót tartott. Kiderült, hogy a gyilkos még a 20. életévét sem töltötte be. Helyszíni intézkedéseink és a tanúkihallgatások során egy 19 éves szekszári férfi gyanúsított kihallgatására, majd bűnügyi őrizetbe vételére került sor. Megölted a lányomat! Megölted a lányomat! Ezúttalat megyek a börtönbe! Az áldozat dühös hozzátartozói várták a gyanúsított férfit a bíróság épülete előtt néhány nappal később. Belemosolygott a 19 éves gyanúsított a kamerába, miután kiszállt a rendőrségi kisbuszból. Nem sokkal később pedig a nyelvét is kinyújtotta a helyszínen dolgozó operatőrökre. A bíróság akkor úgy döntött, hogy letartóztatják 30 napra. Az egy hónapos letartóztatást a férfi a budapesti igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben töltötte. A 30 nap most járt le, viszont még újabb heteket biztosan ott kell töltenie. A járásbíróság további egy hónappal meghosszabbította a gyanúsítottnak az igazságügyi elme megfigyelő intézetben tartásának a határidejét is, mivel az eljárás jelenlegi szakaszában még nem sikerült tisztázni az ő elme állapotát, ezért további vizsgálatokra van szükség. A bíró szerint a férfi szabadlábra helyezése esetén megszökhetne, vagy akár újra embert is ölhetne. Fennáll továbbá annak a veszélye is, hogy az egyébként munkahelye jövedelemben nem rendelkező gyanúsított, aki ellen jelenleg is vagyon elleni bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás, újabb bűncselekményt követne el.
A gyilkossággal gyanúsított 19 éves támadó akkor sem kerülhet egyelőre szabadlábra, ha az egy hónapos megfigyelése lejár, legalább 3 hónapig ugyanis még biztosan vizsgálati fogságban kell maradnia. Súlyos éveket tölthet Rács mögött az a trafikrabló, aki végül zsákmány nélkül távozott az egyik pécsi dohányboltból tavaly decemberben. A 36 éves férfi fegyverrel és maszkban akart rabolni, de azt mondta neki az eladó, hogy már nincs pénz a kasszában. A kezdőrabló ezt elhitte, pedig 500 000 lapult a pénztárgépben, de hiába távozott sikertelenül, a fegyveres rablási kísérlet miatt most évek várnak rá a Rács mögött. Ez az a rácvárosi dohánybolt, amit ki akart rabolni az a férfi, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A büntetlen előéletű férfi tavaly decemberben határozta el, hogy pénzt szerez törvénytelen módon. Ezért beszerzett egy Flóbert típusú revolvert, valamint egy maszkot. 2018. december 13-án az esti órákban, maszkkal az arcán, kapucniát a fejére húzva, kezében a pisztolyt tartva belépett a trafikba, majd a fegyvert az eladóra fogta. Itt követelte az eladótól az aznapi bevételt, azonban az eladó ekkor azt mondta neki, hogy néhány perccel korábban az üzletvezető a boltban járt, és a teljes bevételt elvitte, így a kasszában semmi pénz nincsen. Ekkor a férfi megfordult, a boltot elhagyta, majd az elkövetésnek az eszközeit, így a fegyvert, a maszkot, illetőleg a pulóvert egy közeli patakba dobta, és megindult gyalogosan a belváros felé. Ezek a képek a megtalált ruházatról készültek. A férfit a rendőrök a rablási kísérlet után egy órán belül elfogták. A cselekménye a fegyveresen elkövetett rablásbüntet kísérletének a megállapítására alkalmas, emellett még a lőfegyverrel visszaélés büntetét is megvalósította. A legsúlyosabbnak a büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a halmazatra tekintette akár 15 év szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. Az eset érdekessége, hogy bár zsákmány nélkül távozott a rabló, a dohánybolt kasszájában valójában volt pénz. Közel 500 000 forintot rejtett a pénztárgép, az eladó csupán megtévesztésből állította, hogy a kassa üres, amit a kezdő rabló elhitt neki. Új okos zebra segíti a gyalogosok közlekedését Kaposváron. A járdán érzékelők jelzik a járókelőket, majd az autósokat a zebrán villanó fények figyelmeztetik a gyalogosokra. Tavaly egy ilyen okos zebrát építettek a Somogyi megyeszékhelyen, idén 3-at. Kaposvár a közlekedés biztonság javítását kiemelt feladatának tekinti ebben az évben is, ezért alakítottak ki több új okos zebrát, mondta Szita Károly polgármester. Jelzi az autósnak, hogyha gyalogos kíván áthaladni ezeken a zebrákon. Ilyen okos zebra van már az Ezredév és a Somsics utca találkozásánál is. A járdán érzékelők jelzik a járókelőket, majd az autósokat a zebrán villanó fények figyelmeztetik a gyalogosokra. Mint azt Heffer Attila, a városi rendőrkapitány elmondta, a közlekedés biztonság egyik fontos eleme a láthatóság. Vonatkozik ez a járművekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra egyaránt. Ezért döntött a város úgy, és csatlakoztunk, és nagyon üdvözöltük ezt a kezdeményezést, hogy okos zebrákat alakítanak ki több helyen a városban. A véleményünket kikérték, és mi szakmai, baleseti és forgalmi adatok alapján adtuk meg azokat a válaszokat, hogy hol lenne érdemes ilyen gyalogátkelő helyeket létesíteni. Fontos, hogy megfelelő óvatossággal közelítsék meg a zebrát az autósok, a gyalogosok pedig csak akkor lépjenek az úttestre, amikor meggyőződtek arról, hogy ott nem jön jármű. A városi rendőrkapitány felhívta a kerékpárosok figyelmét is, hogy a szabályokat betartva a biciklit tolva haladjanak át a gyalogátkelő helyen. Tavaly a Honvéd utca egyik forgalmas pontján alakították ki, idén ebben az utcában egy másikat, valamint a Hősök templománál, és már az Ezredév Somsics utca találkozásánál is érzékelők jelzik a gyalogosokat. Mint azt Szita Károly polgármester kiemelte, az elmúlt 3 esztendőben 557 millió forintot költöttek Kaposváron a közlekedés biztonság javítására, és ezt a munkát idén is folytatják annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, és még kevesebb legyen a baleset.
A magyar mezőgazdaság az elmúlt időszakban Európa egyik leggyorsabban fejlődő ágazata lett. Az elért eredmények kerülhetnek most veszélybe, hiszen az Európai Parlament javaslata szerint a gazdálkodók támogatását 20%-kal csökkentenék, amelyet a migráció segítésére használnának fel. Erről beszélt Feldman Zsolt államtitkár Lengyel Tótiban. Ennek megakadályozása érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a szaktárca közösen indított aláírásgyűjtést. Országosan 160 ezeren, míg Somogy megyében már több mint 8 ezeren írták alá azt a petíciót, amely a magyar gazdák érdekeit védené a következő 2021-26-os uniós költségvetési tárgyalások során. A térség országgyűlési képviselői ezért is tartják fontosnak, hogy tájékoztató fórumokat szervezzenek, ahol Brüsszel terveiről tájékoztatják a termelőket. A kormányzat eltökélt szándéka a magyar mezőgazdaság és gazdálkodók érdekeinek képviselete, az eddig elért eredmények fenntartása, további fejlesztése ösztönzése. Mindez veszélybe kerülne, ha megvalósulna az Európai Parlament terve, miszerint a következő támogatási ciklusban az erre fordítható költségvetés 20%-kal csökkenne. Magyarországon ez azt jelenteni, hogy lényegében a ma 2014-2020 között Magyarországra érkező 12,3 milliárd eurónyi Európai Uniós forrás helyett a 2021-26-es időszakban 2 milliárd euróval kevesebb támogatás érkezne Magyarországra értékében. Ez pedig jelentősen visszavetné azt a folyamatos fejlődést, amelyet a magyar gazdálkodók 2010 óta elértek. A támogatás csökkentése mellett a tervezet szerint ugyanakkor nőne a bürokrácia is, még több adminisztratív terhet róva a magyar gazdákra, figyelmeztetett az államtitkár. Újabb állomásához érkezett Baranya megyében a vadhús népszerűsítése. Általános iskolás gyerekeknek főzték meg kedvenceiket vaddisznóhúsból, és kóstoltatták meg velük ezt a ma még különlegesnek számító élelmiszert. A vadhús antibiotikum maradványoktól mentes, egészséges összetételű alapanyag. Baranyában évente 1,2 millió kilogramm vadhús kerülhetne az asztalokra, iskolai menzákra. Ezért döntöttek úgy a népszerűsítésben résztvevők, hogy a legkisebbekkel ismertetik meg ezt az ételfajtát. Igazi különlegességet tesznek a gyerekek a pécsi Szébert Róbert általános iskolában kedden. Vadhúsból készült ételeket kóstoltattak a diákokkal ezen a napon. Nagyon egészséges a vadhús elsősorban. Kettő, egy picit érdekesebb ízvilága van, mint bármelyik húsnak, meg karakteresebb az íze. Viszont nagyon finom ételeket el lehet belőle készíteni, akár ugyanaz, mint a sertesből, egy marhából, csak hosszabban készül, vagy van, amelyik még rövidebb idő alatt. Ezért akár hetente többször is lehetne fogyasztani, ez a kóstoltatás célja. Amit kiskorban megszeret és megízlel, azt keresi azért nagy felnőtt korba is, és én úgy gondolom, hogy a magyar vadhúsnak a célvezeti értékét nem szabad hagyni külföldre ennyit kiszállítani. Több mint 90% elhagyja Magyarország területét. Az Agrárkamara mellett a megyei közgyűlés is a hazai vadhús népszerűsítésének élharcosa. Mutassuk meg a gyerekeknek, egy vakteszt segítségével kóstolnak levest, egy spagettit, majd később egy vaddisznó pörköltet, hogy ez finom, ez gyerek szájának is való, és úgy menjenek hozzá az iskolába, hogy anya, apa, én máma ettem valami olyat, amit eddig még nem, és ez pedig vadhús volt. Ezért jöttek ebbe az iskolába, ahol éppen egy menza program fut az egészséges táplálkozás jegyében. Ennek a közepén vagyunk, és egyébként így cseppentünk ebbe az egészbe bele, hogy egy csodálatosan szép tankonyhában rendeztünk egy megnyitó ünnepséget, és így szállt el ennek a híre. Jelenleg évente 40 dekagram vadhúst fogyaszt egy magyar a statisztikák alapján. Ezért fontos, hogy a gyerekeket megnyerve növeljék ennek az egészséges és kiváló minőségű élelmiszernek a népszerűsítését. Idén harmadik alkalommal rendeztek Szentlőrincen sonkaversenyt. A húsvétváró rendezvényre termelők nevezhettek különböző húskészítményeikkel, ugyanis a sonka mellett például kolbászok is szerepeltek a sorban. Az íz, a küllem és az állag alapján értékelte egy öttagú szakértő zsűri a mintákat. Idén bajai termelő nyerte el a legjobb sonka díját. Sonkák és kolbászok sorakoznak az asztalon. Idén már harmadik alkalommal mérhetik össze a tudásukat az ilyen hústermékek készítői a Szentlőrinci Sonka versenyen. A megmérettetésre helyi termelők nevezhettek. A rendezvény célja, hogy a résztvevők megismerjék egymás termékeit és tanuljanak egymástól. Ez is egy olyan fajta közösségi térré tud válni, ahol tudnak találkozni, tapasztalatot cserélni. A vásárlóknak pedig azért értékes, egyrészt van egy üzenete, hogyha helyi termék
termelőtől helyi terméket vásárolunk, mert mindig mondom, hogy ő az arcát adja hozzá, és ettől hiteles a termék maga is. A húsvétváró rendezvényen zsűri értékelte a sonkákat és húskészítményeket. Az íz, a küllem és az állag alapján pontoztak a bírák. A húsok nem csak sertésből, hanem például vadból és marhából is készültek. Én alapvetően a hagyományos sonkákat szeretem, ami sópácolással készül, és azt követően füstölésre, és talán a hagyományos húsvéti parasonka az, amelyik a kedvencem, ilyet is sikerült kóstolni. Végül a bajai Mikosevics Tibor nyerte el a legjobb sonka díját. A termelő egy 15 hónapos levegőn szárított termékkel nevezett, a zsűri pontszámai alapján pedig ez a húskészítmény lett az idén a legjobb. A középiskolások is pályázhatnak 2019-től a Határtalanul programra, nem csak a 7. osztályos diákok. 2010 óta 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra állami támogatással, de a középiskolások bevonásával ez a szám jelentősen nőhet, jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhádon. A programra idén 5,6 milliárd forint áll rendelkezésre. Az egész megyéből érkeztek tanárok a miniszterelnökség információs napjára, hogy aktuális információk birtokában tudjanak pályázni a Határtalanul programra. A Bonyhádi Széchenyi István általános iskolából az elmúlt 7 évben több mint 300 diák jutott ki Erdélybe a program keretében, és 14 millió forintot nyertek erre a célra. A szervező azt mondja, mindig valamilyen tematika köré építik az utazásokat. Tavaly a történelmileg fontos helyszíneket látogatták végig Erdélyben, azelőtt pedig a magyar irodalom szempontjából jelentős helyszíneket vették sorra. 2012-ben, 7 évvel ezelőtt hallottunk erről a lehetőségről, hogy a Határtalanul program keretében magyar lakta területekre vihetjük el a 6. évfolyamos diákjainkat. Mi éltünk a lehetőséggel, és azóta is minden évben a 7. gyerekekkel felkeressük Erdélyt. Úti célul Erdélyt választottunk, hiszen kiépítettünk kapcsolatot testvériskolákkal. A Határtalanul program elindulása óta 9 év telt el. Ez idő alatt 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra. Az államnak az a célja, hogy ez a szám tovább nőjön, ezért idén 5,6 milliárd forintot szánnak a programra. Továbbá kibővítették a pályázók körét. Mostantól ugyanis már középiskolások is pályázhatnak, továbbá megkönnyítették a pályázás feltételeit, és nem kötelező utazási irodát sem bevonni az út szervezésébe, mondja Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az a célunk, hogy minél több magyarországi diák tudjon egy határon túli régióba ellátogatni iskolai keretek között a kormány támogatásával, illetve az a célunk, hogy lehetőleg magyar diák úgy az iskolarendszert ne hagyja el, hogy ilyen keretek között ne látogatott volna el legalább egyszer egy határon túli magyar területre. A programra az iskolákon keresztül osztályok jelentkezhetnek a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján március 1-től. A pályázatokat április végéig lehet benyújtani. Több mint 90 millió forintot fordított a helyi idősek klubjának felújítására Tolna önkormányzata. A fejlesztés részeként mások mellett egy 40 fős étkezőt is kialakítottak. Tolnai, Paddi és Mözsi idősek műsorával kezdődött el az új napközis otthon átadása Tolnán. Az épület a településfejlesztési operatív program keretében teljes mértékben megújult. Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették az elektromos hálózatot és a vizes blokkokat, emellett az ingatlan új tetőfedést és nagykaput is kapott. Továbbá energiahatékonyság céljából az otthon teljes körűen hőszigetelték és napelemmel is ellátták. De a munkálatok során nem ez volt a legfontosabb szempont, hanem az, hogy az idősek minél könnyebben tudjanak átjutni egyik szányból a másikba, mondja a kivitelező. Itt a hátam mögött lévő épületrész, ami elkészült, ebbe az épületrészbe került be egy 40 fős étkező, mellé egy melegítő konyha, kiszolgáló helyiségekkel, WC-k, mosdók, öltözők, illetve egy gazdasági iroda került még az épületbe, a földszintjére, és az épületnek az alaksorába készült egy garázs tárolókkal, illetve egy gépészeti helyiséggel.
Az új ebédlő nagyon fontos az intézmény dolgozói számára, mert az a kultúrát körülmények közötti étkezés biztosítása mellett egyéb funkciókat is elláthat majd a közeljövőben. Akár szakmai napot, akár továbbképzéseket, akár az itt folyó ünnepeket, anyák napját, vagy egy karácsonyt, vagy egy farsangi bált, ami utoljára volt, meg tudunk szervezni. Ugye három idősek klubja tartozik az intézményhez, úgyhogy egy farsangi bálnál akár mindegyik klubot vendégül tudjuk látni, és van hely arra, hogy ezeket a rendezvényeket megtartsuk. Tolna polgármestere szerint nagyon fontos, hogy a városban és annak környékén lakó idősek jó körülmények között, jó hangulatban töltsék el a hétköznapjaikat. Ezeknek az embereknek célszerű jól érezni magukat. Na most, ha már egyszer ez itt van, akkor mi azt gondoltuk, hogy miért ne legyen ez még szebb és még vonzóbb az időseknek, hiszen a szívünk csücske a gyerekek, de a szívünk csücske az idősek is. Topos forrásoknak köszönhetően Tolnán hamarosan újabb fejlesztések fejeződnek be. Így rövidesen elkészül a helyiek által nagyon várt játszóház is. Az Európai Unió tagországai egységes álláspontot képviselnek a tekintetben, hogy egyben kell tartani az Európai Uniót, mert a globális versenyben így sokkal hatékonyabbak tudnak lenni a tagországok, mondta Zukko Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője. Az Európai Uniós nagykövet véleménye szerint a Brexit nem lesz hátrányos hatással a kint élő magyarok mindennapjaira. A felmérések szerint a magyar polgárok jobban ismerik az Európai Unió működési szisztémáját, mint a kontinens számos országának polgára, mondja Zubko Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője. Erről még felmérés is készül, az Euróbarométer szokott ezzel kapcsolatban is kérdést feltenni. A felmérés azt mondta, hogy az Európai Uniós átlaghoz képest a magyar polgárok nem csak hogy jobban támogatják az Európai Uniót, hanem tájékozottabbak is, annak ellenére, hogy 15 éve léptünk csak be, és van, aki már alapító tagország. Ez több dolognak is köszönhető. Az egyik az, hogy lehet, hogy érdeklődőbbek a kérdés iránt. Másik pedig az, hogy a középiskolai tanrendnek része lett egy Európai Uniós alapismeretek oktatás. Amivel láthatóan egységes a maradó 27 tagország, hogy egyben kell tartani az Uniót. A képviselők jelentős része abban érdekelt, hogy ne legyen Európai Egyesült Államok, és a kérdések egy része maradjon a tagországi hatáskörében, és néhány kérdésben vagy stratégiában döntsön a közös gondolkodás, mondja a képviselet vezetője. Abban is egyetértés van, hogy az egységes piac legtöbb kérdésben jól működött, az országok gazdasági fejlődéséhez mindenképp pozitív módon járult hozzá. Tehát ebből a versenyből a statisztikák, kimutatások, elemzések azt mutatják, hogy senki sem jött ki kedvezőtlenül, vagy vesztességgel. Tehát minden ország számára nyilvánvaló az egységes piacon belüli működéshoz pluszot és mínuszot, az összesítés az pluszt jelent, tehát mindenki kifejezetten sikeres az egységes piacon belül, és a végszámadásban pozitív az egyenleg. Zubko Gábor a televízió vendégeként szólt a Brexit várható hatásáról, az unión belül zajló vitákról, melyek a működés jövőjét befolyásolhatják majd. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés.
Matt Mark ezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannonkrónika hátra levő részében. Új üzemcsarnokot adtak át Bolyban, 800 millióba került a 3000 négyzetméteres épület. 50 férőhelyes hajót adtak át Mohácson, a horvát határon túlra is szerveznek kirándulásokat. Éled a Balaton, egyre több üzlet nyit ki a magyar tengernél. Költészet napja, irodalmi programokkal ünnepeltek a Dél-Dunántúlon. A magyarság és a magyar nyelv ápolása szempontjából is kiemelten fontos, hogy megőrizzük nagyköltőink verseit, erről is beszéltek József Attila születésének évfordulóján, a költészet napján Balatonszárszón. A településen az emlékezés mellett immár hagyományosan 32. alkalommal rendezték meg az általános iskolák közötti szavalóverseny Somogy megyei döntőjét. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyökerű. Ady Endre Ifjú szívekben élek című versével köszöntötték a megjelent ünneplőket Balatonszárszón a 32. József Attila emléknapon és szavalóversenyen. A településen 1964-ben szerveztek először megemlékezést a költő születésének évfordulóján. A költészet évszázadokon át hitet adott a magyarságnak, fogalmazott Bíró Norbert a Somogy megyei közgyűlés elnöke ünnepi köszöntőjében. Éppen ezért közös felelősségünk, hogy legnagyobb magyar költőink hagyatékát méltóképpen ápoljuk. József Attila halála révén Balatonszárszó a magyar költészet történetében egy ikonikus helyként vonul be. Egyébként a költészet napja az a magyar kultúrának is egyik ünnepelt eseménye, a magyar nyelvnek az ünnepe, amely, mint tudjuk, a magyar nyelv az összeköti a magyarságot, és a nyelvében él a nemzet. Ez az, ami biztosítja számunkra azt, hogy a magyarság egyben maradjon, megőrzi keresztény hitünket, megtanít a múltra, és bizton számíthatunk rá a jövőben is. Viczmann Mihály országgyűlési képviselő szerint a költészeten át a magyar nyelvet is őrizhetjük, ápolhatjuk, amely a mai infokommunikációs rövidítéseket és szmájlikat alkalmazó világunkban fontosabb, mint valaha. Így történt az a nyáron, szamár jött a baráton, csuha volt a szamáron, bunda nőtt a baráton. A 32. József Attila szavalóversenyre 28 Somogy megyei általános iskolából érkeztek diákok, hogy megmutassák számukra, mit jelent a vers, a szavalat a költészet napján. Tolna megye több pontján szerveztek rendhagyó magyar órákat, versmondást a költészet napja alkalmából. A Szekszárdi Garai János általános iskola pedagógusai írással és költészettel kapcsolatos programokkal készültek a diákoknak. A Babits Mihály Kulturális Központban kávéval honorálták a verssel érkezőket, Bátaszék pedig ismét versvárossá alakult a jeles nap alkalmából. Kányádi Sándor Sétálgat a szellő című versét szavalták el együtt az Szekszárdi Garai János általános iskola diákjai kora reggel az intézmény sportpályáján. Ma van a költészet napja, hát és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ma, és nem vagyunk betegek. A közös felmondásra heteken keresztül készültek a gyerekek, és voltak, akik otthon is gyakoroltak. Én tegnap úgy készültem fel, hogy én ma megyek mesemondó diátadásra is, és rajzpályázatra is, és hát nem tudtam, hogy milyen ruhába jöjjek, és hát de nagyon meglepődtem, és számomra is fontos ez a nap. Arra is el lehet buklászni, meg arra is el lehet buklászni, összeszedni. Ez pedig már néhány perccel későbbi felvétel. A közös versmondás után az udvaron szedték össze a szemetet a gyerekek. Az iskola egyik folyosóján felállított búbánatevő szörnynek köszönhetően pedig a gyerekek megszabadulhattak azoktól a gondolatoktól,
amik nyomasztják őket. A pedagógusok egész nap az írással, a költészettel kapcsolatos programokkal készültek az idejáró diákoknak. A költészet napjához kapcsolódó témanapnak a címe tisztuló környezet, és arra gondoltunk, hogy ne csak a környezetünk tisztuljon meg, kívülről, belülről tisztuljunk. Hűnevelőim, dunántúli dombok, ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok. Nem fogtok rabul, amikor öleltek, ti úgy öveztek, hogy égig emeltek. A szekszárdi gyakorlóiskolások produkcióikkal több közintézményt is meglátogattak, és lehetett verset is küldeni velük a mai napon. Folyamatosan érkeztek a versfalhoz azok, akik egy kávéért áldoztak a költészet oldalán. Kávé. A reggeli nap álmosan tekint be az ablakon, sugaraival simogat, míg én szinte alszom. Betölti a konyhát meleg fényével, és megcsillan a kezemben lévő bökrében. Volt, aki saját költeményével érkezett. A szakember véleménye szerint a versnek megvan a maga szerepe a gyerekek életében, miközben a hétköznapjaiknak nem része a költészet. Itt nagyon nagy szerepe van a szülőknek, és nagyon nagy szerepe van a nevelési oktatási intézményeknek. A mi iskolánkban nagyon nagy gondot fordítunk erre, és a költészet napját azt mindig úgy próbáljuk megtartani, ha lehet ezt mondani, vagy megünnepelni, inkább ez a jó kifejezés, hogy nem csak magunkban, hanem a városnak is szeretnénk valamit nyújtani. A versfalra tűzte fel egyik kedvenc versét, Ásserzső polgármester is. Büszkék vagyunk azokra a szekszárdi költőkre, akik itt fejtették ide tevékenységet, itt lettek, ismertek. Én is például egy Baka István verset hoztam egyébként, a Képeslap 1965-ből című verset. Ez azért is érdekes, mert a születésében 1965, és Mésző Miklósnak írta ezt a képeslapot, úgyhogy várunk mindenkit nagy tisztelettel ide a Babis Kulturális Központba, hozzá el a verset, kap érte egy kávére, nem erről szó természetesen a mai nap, hanem arról, hogy egy kicsit jöjjünk össze, olvassunk verset, és mi jegyünk el a magyar költészetben. Meggyötörten és gyönyörű tájak! Bátaszék harmadik éve alakult versvárossá április 11-én. Óvodások, általános iskolások, gimnazisták és idősek közösen szavalták el Kányádi Sándor Előhang című versét a romkertben. Ezen kívül egyénileg is készülhettek erre a napra a diákok. Ünnepel a Pécsi Gandhi Gimnázium idén negyedszázada annak, hogy Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézménye megkezdte oktató-nevelő munkáját. A Gandhi 25 újra együtt elnevezésű rendezvénysorozat fő eseményén az ünneplők megemlékeztek Bogdán Jánosról, a gimnázium első igazgatójáról, aki bizonyára büszke lenne az intézmény eredményeire, annak fejlett infrastruktúrájára. Színes programokkal várták az érdeklődőket a Gandhi 25 újra együtt elnevezésű rendezvénysorozaton. Az Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézményében létrehozott szellemi közeg az integráció egyik legfontosabb, legjobban működő és támogatandó módszere, fogalmazott Bódis József, oktatásért felelős államtitkár a csütörtöki ünnepségen. Bódis József hozzátette, az iskolát az UNESCO is felfedezte, és a pécsi oktatási módszer 2017-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó gyakorlatokat tartalmazó regiszterére. Tisztelt ünneplő közösség, kedves diákok! A Gandhi Gimnáziumra legyenek önök, ti is nagyon büszkék. Hiszen nem kis dolog, nem csak Magyarország, de az egész Európa első roma nemzetiségi érettségit adó intézményében tanulni, dolgozni. Ezt a különleges helyzetet nem csak itthon, de külföldön is elismerik. Az intézményben mindkét magyarországi cigánnyelvet, a beást és a lovárit is oktatják, azokból érettségizni és nyelvvizsgázni is lehet. A művészeti iskola kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a cigánytáncokat és zenét, valamint a klasszikus művészeti ágakat tanítsa. Az iskola tanulói elsősorban Baranya, Tolna és Somogy megyéből érkeznek, de debreceni, egri és zalaegerszegi diákjuk is van. 14-15 éves gyereknek, amikor elkerül ide egy kis Somogy megyei, Baranyai, vagy Tolnai, vagy akárhonnan is érkezett településről, itt hirtelen megnyílik minden, és minden olyan félelmetesnek tűnik. És akkor ennek az intézménynek egy kicsit ki kell terjeszteni a védőszárnyait ezekre a gyerekekre, akiknek segíteni kell, és ezen igyekszünk, nem mindig hagyják. Amikor segíteni kell nekik a család helyett,
segíteni kell nekik az életben való eligazodásban, és segíteni kell nekik abban, hogy megismerjék saját magukat, és büszkék legyenek saját magukra. Az ünneplők Bogdán Jánosra, a gimnázium első intézmény vezetőjére emlékezve egy az iskola indulásakor készített filmrészletet is levetítettek, és egyetértettek abban, hogy a néhai igazgató büszke lenne a most negyedévszázados iskola eredményeire, annak fejlett infrastruktúrájára. Egyre több üzlet nyit ki a Magyar Tengernél, a korai jó idő miatt sok tulajdonos már március végén kitette a nyitva a táblát. Lángosost, halsütődét, sőt még fagylaltost is találhatnak a turisták a tavaszi Balatonnál. Hétköznap ugyan kisebb a forgalom, de hétvégén gyakori a teltház is. Köszönöm, egészségére! Viszontlátás! Egész nap nagy volt a forgalom ebben a siófoki fagylaltozóban. Bár még csak április van, sokan esznek már most is a jeges édességből. A tulajdonos azt mondja, minden évben már szezon előtt kinyitnak, hiszen ilyenkor is sokan jönnek a Magyar Tengerhez. Úgy veszem észre, hogy az utóbbi években azért egyre nagyobb a forgalom, egyre több a külföld, egyre több a hazai turista is, úgyhogy elég jó szezonra számítunk. Szeletelik a húst ebben az étteremben Siófokon. Ez a vendéglátóhely két héttel korábban nyitott a megszokottnál. Amióta nyitva vagyunk, full házunk van. Így reggel 9-től még általában nincsen, de délben már bedurvulunk egyébként. Idén korábban érkezett a tavasz, s bár a Balatonban ugyan még nem lehet fürdeni, sok turista érkezik a tóhoz. Ezt a vendéglátósok sem bánják, hiszen a forgalomra már most sem lehet panasz. Ennél a balatonlellei halsütőnél azt mondják, az eddigi tapasztalat szerint a hétvégék kifejezetten erősek. Március 29-én nyitottuk az üzletet ebből a szezonban, és hétvégente nagyon sokan vannak, szerencsére már szép idő van, hétköznap sajnos még azért otthon maradnak, dolgoznak. A balatoni üzletek többsége április közepén húsvétkor nyit majd ki, s általában októberig lesznek majd nyitva. Interaktív hajós bemutatókkal is készültek Siófokon a szakmák éjszakájára. Elsősorban az általános iskolák felső tagozatosait várták a programra. Most megcsinálod szépen a csiszolást. A víz, gáz és fűtés szereléssel, a fodrász szakmával és a pénzvizsgálattal is közelebbről megismerkedhettek a gyerekek a siófoki hajóállomáson. A forrasztástól a szerelésig mindent megmutattak a diákoknak a szakmák éjszakáján. Mindenképpen érdekesnek tartom azokat a szakmákat, amelyek kézügyességet igényelnek. A másik kar itt a kezednél, ez az orrsugár kormány, amiről már beszéltem is ott lent. Ez pedig már a Szigliget nevű hajó vezetőfülkéje. Ide is beengedték a gyerekeket, akik minden műszert tüzetesen megvizsgáltak. Szeretem az ilyen elektromos kütyüket, szóval szeretek szerelni. Hát tetszik ez a szakma. A Siófoki Szakképzési Centrum immár harmadik alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez a Baross Gábor és a Kródi Gyula szakgimnáziummal. 6.-7. osztályosokat, sőt az 5.-eseket is, hogy minél előbb előtessük a gondolatot a kis fejükben, hogy érdemes szakmát választani, érdemes érettségére épülő szakmákat választani, hiszen például a mérnök képzéshez egyenes út vezet például egy szakgimnáziumból. A cél, hogy a jövőben is biztosítva legyen a szakképzett munkaerő hazánkban. A Szakmák Éjszakája nevű programon 4 általános iskola, közel 200 diákja vett részt. Több mint 8000 tojás díszíti a két helyi tojásfát, amelyre az ország minden pontjáról érkeznek a díszek. Van itt struc tojás, kicsi és nagy, textil és fa tojás, vagy épp szerelmesek tojása. A színpompás fa mellett egy óriás szalmanyúl és egy 200 kilós hungarocell tojás is várja a két helyi főtérre tartókat. Itt van egy zöld is, látod? Narancssárga, zöld, mindenféle színű. A két helyi tojásfát csodálja ez az édesanya. Azt mondja, gyermekével minden nap kijönnek majd, amíg áll a dekoráció. Igazából mielőtt itt laktunk, soha nem láttam még ilyet. Szerintem máshol nincs is ilyen. És főleg a piciknek, a gyerekeknek nagyon tetszik, nagyon szép. A két helyi tojásfa 5. éve díszíti a város főterét. Kezdetben csak alig több, mint 1000 tojás volt rajta. Idén ennek 8-szorosa került fel. Körülbelül másfél napba tellett idén feldíszíteni a fát. Igazából nem tudjuk a pontos darabszámot, mert amikor díszítettük, akkor nagyon-nagyon sokan hozták, idősek, fiatalok segítettek a munkában. Olyan 8700-8800 darab tojás került fel a fára. A fára az ország minden részéből érkeznek a díszek. Ez a tojás például egy soproni óvodából érkezett.
Ez a Dunakanyar régióból, de az alapos szemlélő felfedezheti a siófoki víztornyot, vagy épp a nagyatádi motívumokat is. Szerintem a gyerekeknek is egy élmény, meg hát nekünk is, mert tudunk jó képeket csinálni, meg hát be tudnak pózolni melléjük, úgyhogy szerintem jó ez így. A tojásfát minden évben egy előregedett, kivágásra váró fából alakítják ki, a díszítést pedig a helyiek végzik. Elsőként a földön fekvő fára ráerősítik a tojásokat, majd miután a fa a helyére került, létráról akasztják a díszeket az ágakra. A fa és a húsvéti ünnepi dekoráció április végéig látható a két helyi főtéren. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Először a Zsolnai Piknik műsorának egyik kiemelt programjára invitáljuk Önöket. Falusi Marian a Királyok és Királynők címet viselő koncertjén megidézi a Queent, az Abbát, énekel Cher, Michael Jackson, Frank Sinatra, Madonna, Király Linda és Louis Armstrong dalokat. De a sornak itt még nincs vége. Falusi Marian fellépése május 17-én lesz a Zsolnai negyed Pirogránit udvarán. Izgalmas időutazás Pécs belvárosában, merészkedjen a föld alá és fedezze fel, mit rejt a múlt és a jelen. Idegenvezető kíséretében megismerheti az ókeresztény sírkamrák sejtelmes világát és a pezsgőház alatti pincelabirintust. A túrán pezsgőt is kóstolhat. Séta a város alatt minden szombaton 11 órától, jegyvásárlás és indulás a Cella Szeptikóra látogatóközpontnál. Most a Pál utcai fiúk akusztikus koncertjére invitáljuk Önöket. A zenekar ezen az estén egy nagyon különleges műsort fog bemutatni kiegészülve vendégzenészeivel. A koncerten hallható dalválogatás a Pál utcai fiúk több mint 35 éves múltját egyszerre foglalja össze, értelmezi újra és ünnepli. Hallhatók lesznek dalok a kezdetek kezdetéből és a jelenből is egyaránt, hiszen a készülő új lemezről is eljátszik majd egy pár dalt a zenekar. Konzolos játszóház és játéktörténeti kiállítás nyílt a Zsolnai negyedben. Az 1985-ös Nintendo megjelenésétől napjaink csúcs technológiájáig 30 évnyi videójátékot mutat be és kínál kipróbálásra a játéktér. A gyűjtemény a Labor interaktív varázsterének kibővült kiállítása, ami immár két szinten várja az érdeklődőket a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Üzemcsarnokot adtak át Bolyban, az új létesítményt egy holland cég kérésének megfelelően alakította ki az önkormányzat. A jövőben nagyméretű ponyva összeállítását végzik a 3300 négyzetméteres csarnokban. A teljes projekt 800 millió forintba került. Boly példa lehet a többi településnek is, hogyan kell fejleszteni a helyi gazdaságot, mondták az átadón. Ezt a 3300 négyzetméteres üzemcsarnokot adták át Bolyban pénteken. A létesítményt az önkormányzat építette az ipari parkban összesen 800 millió forintért. Ezt a csarnokot egy ponyvakészítő Indukon nevezetű KFT fogja bérelni, aki 100 méteres ponyvákat fog gyártani, és sőt enni nagyobbakat is tud, de ugye ebben a csarnokban előkészíteni 100x100 métert tud, utána azt még összeegezti. 15 fő munkavállalóval kezdik meg a termelést hamarosan. Boly a legjobb példa, hogyan valósítsák meg a települések a kormányzat helyi gazdaságfejlesztési elképzeléseit, mondja a terület országgyűlési képviselője. Ez egy 4000 fős kisváros, és ebben az ipari parkban 1300 ember dolgozik. Ezek hihetetlen szép számok. A rendszerváltás óta házpolgármesterről és a körülötte lévő csapat következetes abban, hogy nem csak várja, hogy munkahelyek létesüljenek valamilyen oknál fogva a városban, hanem ő ezeket a folyamatokat gyakorlatilag irányítja. Kis csoportos foglalkozásokat kellene szervezni a települési polgármestereknek Bolyba, mondja a megyei önkormányzat elnöke. Ő járjanak ide és nézzenek körbe, hogy honnét, hova, hogyan kellene eljutni. Az a fajta széles látókör, az a koncepciók, amik itt vannak, ez bemutatja azt, hogy honnét, hova, hogyan lehet eljutni 20 év alatt, mondjuk úgy a saját kútfőből, de ha ezt valaki másolná, vagy kérné a bolyiak segítségét, szerintem 10-15 éven belül föl tudna zárkózni, ugyanilyen bezeg település lenne, mint amilyen Boly Baranyában.
A Bújai Ipari Parkban jelenleg 30 vállalkozásnak van telephelye, ezek fele külföldi cég. Az önkormányzat az optikai kábeltől kezdve a közüzemi szolgáltatásokon át minden infrastruktúrális hátteret megteremt a betelepülő vállalkozásoknak, amit tevékenységükhöz kérnek. Több mint 200 millió forintos pályázati forrásból készült el a Mohács 1 elnevezésű személyszállító hajó. A vízi járművet a Dunaparti városban avatták fel és indították első útjára. Az akadálymentesített hajó 50 fő befogadására képes, a fedélzeten pedig hűtő, fűtőklíma és mosdó biztosítja az utasok kényelmét. Első útjára indul a Mohács 1 nevet viselő hajó. A vízi járművet ünnepélyes keretek között adták át csütörtökön a Dunaparti városban. Az akadálymentesített hajót több mint 200 millió forint pályázati forrásból szerezte be a mohácsi önkormányzat. Beszédében Szekó József elmondta, az idegenforgalom szempontjából is mérföldkőnek számít ez a beruházás. A polgármester hozzátette, a hazai és a horvátországi Duna szakaszon, valamint a Dráva szakaszon közlekedik majd a hajó. 50 személyes a hajó, abból két fő a kezelő személyzet, 48 fő utas. A hajó utazó sebessége 40 km per órát is eléri. Ez volt még egy fontos szempontunk, hogy kellően gyorsjárású hajót vegyünk vagy építessünk, hiszen ez a környezet, amiről az előbb említést tettem, azért elég nagy távolságra van. Tehát a korábbi hajóink, tehát a Bendegúz sebességével például igen sokáig tartana egy ilyen kirándulás. Az utasok komfortérzetéről a fedélzeten a hűtő-fűtő klímával és mosdóval ellátott panorámás terem gondoskodik. A túrázóknak fontos információ, hogy a hajóval 10-15 kerékpár is kényelmesen szállítható. A tervezett kiránduló útvonalak a Gemenci Kesejűs kikötőtől egészen Vukovárig az Almás kikötőig terjednek. A hajó szolgáltatásai április 15-től érhetők el az utasok számára. 5. éve teszik szebbé Szekszárdot a város lakói. Idén is úgy időzítették a városszépítő akciót, hogy a húsvétra rendezetté váljon a városkép. A programhoz több mint 1000 fő csatlakozott. A Percelmór utcai óvoda környékét az intézménybe járó gyerekek és oktatóik a város vezetésével közösen tisztították meg. A környezettudatosságra nevelés fontos része az óvoda pedagógiai programjának. Egybe egyet! A gumikesztyű kiosztásával indult a szemétszedés a Percelmór utcai óvoda környékén. A gyerekek lelkesen vettek részt a városi akcióban. Azt mondják, ez fontos a környezetvédelem szempontjából. Azért, hogy az állat, hogy ne szennyezzük a környezetünket, meg hogy legyen szép, és mindenkinek tetszen. Azokat, amelyiket az emberek szétszórnak. Igen, és ezeket össze kell szedni? Igen. Miért? Azért, mert így szép, tiszta lesz a föld. Papírdarabokat, műanyagflakonokat és egyéb hulladékot szedtek össze a gyerekek és az óvónők. Számukra ez nem egy különleges alkalom, nagy figyelmet fordítanak a környezet védelmére és a hulladékgyűjtésre, amibe bevonják a szülőket is. Ez nekünk azért fontos, mert környezettudatosságra próbáljuk a gyermekeinket nevelni egészen pici kortól. Ez természetes része a mindennapjainknak, tehát nem csak kampányszerűen gyűjtünk úgymond szemetet vagy bármi más hulladékot, hanem benne van az intézményünk pedagógiai programjában. A városi nagytakarítást immár 5. éve szervezi meg Szekszárdváros önkormányzata. Különösen figyeltünk arra, hogy a húsvéti ünnepek előtt egy héttel kerüljön erre sor. Egyébként az elmúlt napok időjárás egy kicsit rá is játszott, hiszen rengeteg szemetet fújt el a szél most ez az akció. Szerintem pont jókor jött ebből a szempontból is. Hála Istennek annyira sok szemét nincsen, hiszen 2 héttel ezelőtt zajlott a Teszed akció, amelynek keretében itt Szekszárdon is nagyon sok intézmény, iskola, vállalkozás, magánszemély vett részt az akcióban, több tonna személy gyűlt össze. De úgy gondoltuk, hogy azt a hagyományt, amelyet elindítottuk 5 évvel ezelőtt, azt folytatni szeretnénk. Az 5. városi nagytakarításban több mint 1000 szekszárdi vesz részt és tisztítja meg a város közterületeit. Az akcióhoz bárki csatlakozhat. A szemétszedéshez szükséges gumikesztyűket, zsákokat a város biztosítja. Az összegyűjtött szemetet a város 25 gyűjtőpontján lehet majd elhelyezni. Megérkezett az első 10 új hulladékszállító jármű a Biokom Eperfás úti telepére. Egy 1,5 milliárdos program keretében fejlesztik Pécsen ezt a szolgáltatást. Eddig a meccsek oldali részre helyszűke miatt nem tudtak eljutni a szelektív gyűjtőjáratok. Az új géppark erre is alkalmas lesz.
Működés közben az egyik új hulladékgyűjtőautó. 10 új járművet adtak át szerdán a Biocom Eperfás úti telepén. A francia autógyártó cég alvázaira a pécsi Seres Kft. Készítette a felépítményt. Van ebben olyan gép is, ami a mecsek oldalba nagyon szűk helyeken is el tudja majd hozni a kommunális és a szelektív hulladékot, de aztán van közte olyan is, ami nagy távolságú szállításnál lehet használni, hatékonyan a nagy űrtartalom miatt egyszerre egy autó nagyon nagy mennyiségű hulladékot tud elszállítani egy gyűjtőpontról a feldolgozó helyre. És ebben van konténerszállító, van hulladékgyűjtő célgép, és van konténerszállító multiliftes szisztémájú felépítmény is. Összesen 30 jármű kerül majd be a hulladékgyűjtésbe, szállításba Pécsen 1,5 milliárd forintból. A következő 10 járművet májusban, az utolsó autókat pedig júliusban adják át. A fejlesztésnek köszönhetően egész Pécsen lehetőség nyílik a szelektív hulladékgyűjtésre. Az eddig kimaradt mecsek oldali lakóhelyeket is be tudják majd kapcsolni a környezetbe. Tovább folytatja jótékonysági akcióját Szekszárdon a 7100 a Városod Alapítvány. Ezúttal a Balassa János Kórház szülészeti osztályának gyűjtöttek, és a befolyt összegből olyan gyógyászati eszközökre futotta, mely a hosszan a kórházban fekvő kismamák mindennapjain segít. Új matracok kerültek a szekszárdi kórházban arra az osztályra, ahol a hosszú ideig itt fekvő kismamák ellátását végzik. Az adományok a 7100 a Városod Alapítvány jóvoltából jutottak a kórházhoz, akik egy jótékonysági rendezvény bevételét fordították a beszerzésre. Az eladott jegyek egy részéből, illetve a befolyt adományokból tudtunk venni 7 speciális matracot a szexuális szülészet nőgyógyászati osztályának. Különösen hosszú távon benfekvő betegeknek lesz ez. Jó ikerkereseknek, akik heteket, hónapokat esetleg itt vannak benne az osztályon, vagy terhes patológiai más, magasvérnyomás más, toxémiás és egyéb kismamákat kedvezően fog befolyásolni az itt a tartózkodásban. Répási István főorvos arra is kitért, ezek a matracok sokat segítenek az ápolásban. Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató helyettes arról szólt, a felszerelések nagyban hozzájárulnak a felfekvések megelőzéséhez. Ezek olyan speciális felfekvést megelőző kényelmi matracok, amelyek memória hapszivacs betéttel ellátottak, illetve a külső burkolata, a maga a matracvédőhúzat, az nem ereszti át a folyadékot, vizet, szellőzik, tehát egy nagyon kényelmes pihenést biztosít a rajta hosszan fekvő páciensek számára. A 7100 a Városod Alapítvány és a kórház szülészeti osztályának kapcsolata ezzel nem ért véget, jelentette be a civil szervezet elnöke. A jövőben folytatódnak a mostanihoz hasonló jótékonysági kezdeményezések. 40 kérdés, 7 település, 1 vándorkupa. Idén második alkalommal rendezték meg a falvak csatáját, ezúttal Gödrén. A Baranya megyei településen a 2014-ben alakult Nyugat-Hegyháti Társulás tagjai vettek részt a versenyen. A települések képviselőinek egy kérdéssort kellett kitölteniük, a nyertes pedig elnyeri a rendezés jogát a következő évben. Idén második alkalommal rendezték meg a falvak csatáját. Ezúttal Gödrén gyűltek össze a térség településeinek képviselői. A program ötletgazdája a szomszédos Baranya Jenő polgármestere. Balogh Csaba szerint egy ilyen program is segíthet a kisebb települések összekovácsolásában. Megalakult egy nyugat-hegyháti társulás, több község összeállt, közös érdekek mentén gondolkodva, és így a jegyzőnőnkkel, Ranyóczkini Ács Andreával közösen megálmodtuk ennek az ötletnek a lehetőségét, hogy a falvakat összehozzuk. A megmérettetésre 7 településről 8-9 fős csapatok érkeztek, akiknek egy kérdőívet kellett kitölteniük. 40 kérdést állítottunk össze, ebben szerepeltek általános kérdések is, illetve a települések életéből szedtünk össze anyagot, és abból tettünk a kérdés a csapatoknak. Több település képviselője szerint sem volt nehéz a teszt, de rá kellett készülni. Elosztottuk ugye főkre, hogy a településeket, hogy ki egy települést egy fő, vagy két települést egy fő tanult be. Szerintem jól sikerült, mert nem volt az a nagyon-nagyon nehéz, mert azért, ha valaki elolvasta, akkor meg tudta csinálni. Gondolkodni kellett rajta, és készülni is kellett rá, tehát
igényelte azt, hogy előtte az ember egy kicsit utána nézzen dolgoknak. Voltak ilyen becsapós kérdések is, voltak, ami azért igényel tudást is, de nem voltak annyira nehezek. Majd meglátjuk, aki megnyeri, az ugye tovább viszi a vándorkupát, és akkor a következő évben azon a településen kerül megrendezésre a Falvak csatája vetélkedőnek a következő része. A kérdéssor kijavítása után döntetlen eredmény született, így Baranya Jenő és Baranya Szent György községek versengtek egymással egy mindent eldöntő teszt megválaszolásával. Végül ismét a Baranya Jenőiek nyerték el a trófeát, így a következő évben ők rendezhetik meg a Falvak csatáját. Harmadszor tartottak országos Moody kiállítást Göllén. A megmérettetésre 25 tenyésztő közel 50 kutyával érkezett. A cél, hogy a rég elfeledett magyar fajtát népszerűsítsék. Ő kiskörösi betyár aranyszörű zsivány, a szuka, és a szuka az pedig viselheti most már a champion előjelet is, tehát HCH, HSCH és HFG, tehát Hungária fajta győztes is az anya, és csodavirág ökörszem a valódi neve. Három Moodyval érkezett Kósa Gyula Göllére. A kutyatenyésztő már több mint 20 éve foglalkozik ezzel a kutyafajtával. A legifjabb kutyus, kiskörösi betyár aranyszőrű jogász az első körben rögtön a legjobb helyezést érte el, de anyja és testvére is kiváló minősítést kapott a Göllén megrendezett országos Moody kiállításon. Pelles Zsófia egészen Szalk-Szentmártonról utazott idáig, mint mondja, könnyű együtt dolgozni a Moodykkal. Magától megtanul sok mindent, ezért nagyon oda kell figyelni, főként az elején kiskorában a tanítására. Hamar megtanul mindent, kétszer-háromszor megmutatjuk és tudni fogja. Viszont megtanulja így azt is, amit nem szeretnénk, például a felugrálást, amiről nehéz leszoktatni, meg hasonló dolgokat. Úgyhogy ha az elején következetesek vagyunk, akkor 16 éven keresztül egy csodálatos kutyánk lesz. A kutyusokat bírák pontozták, az ebeknek számos téren kellett a standard Moodyhoz hasonlítaniuk, hogy magasabb minősítést kapjanak. A kiállítással a rég elfeledett Moodyt szeretnék népszerűsíteni, hiszen a 9 magyar kutyafajta közül ez volt régen az egyik legkedveltebb. Megbízhatósága és gyorsasága miatt elsősorban terelésnél használták. Próbálunk hagyományőrzést csinálni, és megpróbáljuk azt, hogy ezt a Moody fajtát népszerűsítsük, és minél magasabb színvonalra vigyük. Az egész országból 25 tenyésztő, mintegy 50 kutyával érkezett a somogyi településre, hogy megmérettesse kedvencét. A csehországi Brno városából érkezett új rozsomák a pécsi állatkertbe. A ragadozó február óta volt karanténban, most mutatták be a nagy közönség számára. Kisebb termete ellenére veszélyes vadász egy rénszarvast is képes leteríteni, ezért az őt körbevevő kerítés az egyik legerősebb szerkezet az állatkertben. Új állat érkezett a pécsi állatkertbe, ő Vagyim, a rozsomák. A mennyétfélék családjába tartozó ragadozó február óta volt karanténban, szerdán a nagy közönségnek is bemutatták. Az új jövevény a lámák régi kifutójában kapott helyet. Több egyeztetésen voltunk túl, amikor eldöntöttük, hogy a lámák kifutója lesz majd átalakítva, és felszerelve egy olyan rácsozattal, illetve az állatkertnek az új irányát, terveit is képviselve már üvegbetekintőkkel, ami mind biztonsági szempontból, mind látogatói megfigyelés szempontjából az állatnak is élmény nyújt, biztonságban megtekinthető. A rácsozat egyébként az egyik legerősebb szerkezet, vetekszik a medvét körülvevő kerítéssel. A rozsomák ugyanis kisebb termete ellenére akár egy rénszarvast is le tud teríteni. Az állatkertben természetesen gondozói etetik. Csontos marhahússal, lóhússal, sőt hallal is kínáljuk az egyedünket, és konkrétan az állatról, az itt bemutatott állatról, amit érdemes tudni, az az, hogy ő a brünói állatkertben született, több mint 2 éves jelen pillanatban Vagyim. Érdekesség, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségén belül mintegy 45 vadas parkban 120 példányt tartanak. Ebből Magyarországon a pécsi a harmadik olyan zoo, melyben megtekinthetik a látogatók a rozsomákot. Ennyi volt mára a Pannonkrónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor jelentkezünk, viszontlátásra!